Köszöntöm nézőinket, a Szentendre ma adását látják. Jöjjenek elsőként hírmagazinunk témái röviden. Ballagás. Elbúcsúztak a végzősök a középiskolákban. Műgyűjtők és mecénások. Jeges András volt Török Katalin vendége. PMK. D. Kulcsár Ildikó estjén vehettek részt az érdeklődők. Jövő héten kezdődik az érettségi vizsga a gimnáziumokban, hétfőn magyar nyelvből írják az írásbelit a diákok, tegnap délután pedig ballagást tartottak a legtöbb iskolában. Az ország többi középiskolájához hasonlóan Szentendrén is tegnap ballagtak a végzős diákok. A második Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumban is szülők és hozzátartozók, valamint az iskola pedagógusai, tanulói búcsúztatták a 12. és 13. osztályos diákokat. Mai nap három osztályt ballagtatunk, 66 diákunk ballag el. Az utolsó olyan osztály is ma ballag, akik nyelvi előkészítővel kezdtek, tehát ők 13-osként ballagnak, és két 12-es osztályunk. Hál' Istennek mindenki sikerrel befejezte ezt a tanévet, amit épp itt ezekben a percekben tudnak meg a diákok, mert most kapják meg a bizonyítványukat, így mindannyian elkezdhetik az érettségi vizsgákat majd jövő hét hétfőn. Maga az ünnepség, a ballagás úgy zajlik majd, mint a korábbi években? Igen, hagyományosan benn az épületben kezdik a diákok a ballagást, körbe mennek néhány osztálytermen, amelyeket feldíszítettünk a tiszteletükre, aztán utána a hátsó kapunk keresztül kijönnek az utcára, és úgy érkeznek ide meg a nagy udvarba, az ünnepséget pedig itt rendezzük. És ugye hétfőtől már kezdődik az érettségi, ez hogy lesz, mi lesz ennek a menete? Igen, hétfőn elkezdődik a nagy hajrá, a nagy menetelés. Az érettségi dolgozatok rendben megérkeztek a kormányhivatalban, ennek az ellenőrzése megtörtént, úgyhogy nyugodtan várjuk a hétfői reggelt, amikor elhozhatjuk és elkezdhetjük itt az érettségit. Egy olyan napunk van a hétfői nap, amikor tanítás nélküli munkanapot rendeltünk el a magyar érettségére, a kezdésre, hogy teljes nyugalomban indíthassunk. Utána tanítás mellett fogjuk bonyolítani az érettségi vizsgákat. Attól függően, hogy hány diák van egy-egy tantárgyból, függ az, hogy hány termet kell erre lezárnunk. Ilyenkor ők teljesen elkülönített épületrészben dolgoznak, és biztosítjuk számukra a nyugalmat. A végzősök könnyes szemmel búcsúztak az iskolától, melyhez sok kedves emlék köti őket. Igazából még nem fogtuk fel szerintem nagyon sokan. Valószínűleg az lesz, hogy amikor elindulunk és szépen előjönnek az emlékek, valószínűleg ezzel fog tudatosodni bennünk, úgyhogy nagyon izgulunk egyelőre. És ugye jövő hétfőn már kezdődik az érettségi, hát így belerondítsak az ünnepbe. Erre mennyire készültök már? Az az igazság, hogy ugye az előző érettségiket visszanézve nem azt mondom, hogy egyszerű, de valószínűleg azért ez bárki meg tudja csinálni, mármint miután elérkezik erre a 12.-13. évfolyamra. Úgyhogy annyira nem izgulunk, de mégiscsak azért oda kell raknunk magunkat rendesen, ezért apait, anyait bele kell adni. És te szeretnél majd tovább tanulni, és hová szeretnél menni? Az az igazság, hogy én vagyok a fekete bárány az osztályban, még nem igazán tudom, hogy mi az, amit az élettől szeretnék, és emiatt még ez is bizonytalan, hogy melyik iskolát válasszam. Így megjelöltem iskolákat, de nem ez a célom, hogy idén felvegyenek, hanem tényleg meg akarom ismerni önmagamat, hogy tudjam, hogy mi az, amit a jövőben csinálni fogok. És mennyire volt jó közösség a ti osztályotok? Nagyon összefogó volt, és azt kell mondjam, hogy minden téren nagyon jók voltunk, tanulás téren, mikor segítettük egymást, akkor is, ha valaki bajba volt, akkor mindig tényleg segítőkészek voltunk. Így nagyon rossz lesz az elválás. És milyen volt Rákóczis diáknak lenni? Milyen emlékeitek vannak az iskoláról? Nekem nagyon sok, tehát engem nagyon sok élmény köti, de elsősorban itt találtam meg a szerelmemet is, tehát ez a diák szerelem. Másrésztről meg nagyon jó folyamata volt ennek a felnőtté válásnak, hogy itt vehettem részt ebben az iskolában, és ezért nagyon szépen köszönöm a tanárainknak is, a körülvevő diákoknak, és az egész iskola hangulatának is. Ez a nap tehát még az ünneplésé, de hétfőtől komoly munka, megmérettetés vár a végzősökre.
Kedden délután tartották a műgyűjtők és mecénások beszélgető sorozat következő találkozóját. A vendég ezúttal Jeges András volt. A mostani beszélgetés azért is különleges volt, mert nem egy műgyűjtő és nem is egy mecénás volt a sorozat vendége. Jeges András édesapjának, Jeges Ernő festőművésznek a hagyatékát őrzi. Mikor édesapámnak először volt itt egy kiállítása a főtéren a 100 éves évfordulójára, talán akkor ismerkedtük meg, amit Bodonyi Emőke rendezett, és aztán akkor a Török Katalinnak volt valami presszója, ahol ilyen irodalmi, meg művészeti fórumokat csinált, és akkor akkor még élt a nővérem, és akkor így a nővéremmel együtt képviseltük a Jeges Ernő festőművésznek, mint utódjai a művészetét. Ő profi volt, és vele nagyon jól lehetett kapcsolatot, tehát abszolút nem zavarta, hogyha őt nézik. Egy műterme volt, egy 5x8 méteres műterem, és egy hálószoba, és ebben a műteremben éltünk. Úgyhogy ő az asztalnak az egyik végébe dolgozott, mi a másik végébe leckét írtunk, és együtt ettünk, reggeliztünk, reggel, délbe, este mindig együtt voltunk, de amikor dolgozott, akkor is járt a kezelés, közben mesélt. Tehát innét van sok olyan információm, amit akkor én valószínűleg nem értettem, csak akkor már, mikor felnőtt voltam. Jeges Ernő a Szentendrei Festők Társaságának és a Szentendrei Művésztelepnek egyik alapító tagja. Felsőfokú tanulmányokat a Magyar Iparművészeti Főiskolán folytatott 1917-től. 1918-ban átment tanulni a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Réti István volt a mestere. Műveit jeles közgyűjtemények őrzik, köztük a Budapesti Magyar Nemzeti Galéria, a Szentendrei Ferenci Múzeum és az Esztergomi Keresztény Múzeum. Párizsi útjáról nagyon sokat mesélt, kevesebbet Rómáról és Olaszországról. De ezeket azért tudjuk, mert a hagyatékot feldolgoztuk, és szinte, hát nem naprakészen, de elég jól tudjuk, hogy mi történt vele Rómába, és volt, hogy észak-olaszországi utat nyert, meg szóval többször nyert ilyen pályázaton, meg Velencében volt a Biennálén, szóval azóta tudok. Érdekes módon akkor nem nagyon mesélt Rómáról, egyet mondott, hogy a római nők megközelíthetetlenek. Jelenleg van egy új Budapest galéria, a régen azokat a szobrokat őriz, a budapesti szobrokat, és most a Bálna, ott a rakparton nyílt egy ilyen nagy, ott tulajdonképpen ez a Budapest Történeti Múzeumhoz tartozik, és a galériától kölcsönkértek egy képet, édesapámtól a Attila Róma falai előtt című képét, és ez a volt Budapest, hogy is hívták, bocsánat, a fővárosi képtár, ami 47-48, nem tudom mikor, akkor szétszincálták, és aztán a Kiszteli Múzeumban újra megvalósult, és tulajdonképpen a két világháború közti, illetve hát a háború előtti galériát is így bemutatták, és ezért került oda édesapám képe. A régi művésztelep megalapításáról is sokat tud a család. Nem csak maga a festőművész, hanem húgai is sokat meséltek róla. Az egyik iparművész volt, a másik pedig népművész. Szintén végzett valamilyen népművészeti iskolát. És amikor alakult itt a létrejött Szentendrén az első Szentendrei Festők Társasága néven, akkor amit kaptak a várostól egy helységet, illetve valami kis házat, kerttel, azt a nagynénémék is itt voltak, és segítettek súrolni, és takarítani, és meszelni, hogy kellőképpen tudják fogadni a művészeket. A Műgyűjtők és Mecénások sorozat május 27-én folytatódik, akkor Kovács Kristóf, az Ava Novák Galéria vezetője lesz a vendég. A Nők Lapja népszerű újságírója volt a Pest megyei könyvtár vendége.
Vékulcsár Ildikó a társas együttélés, a házasság és az egyedüllét kapcsán mondta el gondolatait. Az emberközi írásairól, őszinte és humoros hangvételéről ismert Vékulcsár Ildikó végzettségét tekintve bölcsész, akiből először gyermekvédelmi szakember, aztán újságíró lett. Van ennek a műsornak egy címe, ami az, hogy egy korty derű. Erről fogok beszélni, arról az egy kortynyi derűről, ami nélkül szerintem nem lehet kibírni a hétköznapokat. Amiért lehet tenni, mindenki ott, ahol van, aki ír, ír, aki tanít, tanít, aki cipőfelső részt készít úgy, de ha nem törekszünk arra, hogy megtaláljuk a hétköznapokban az akár ilyen pici kis örömet, vagy kedvességet, vagy szépet, akkor valóban nem lehet kibírni a hétköznapokat. Ilyesmiről fogok beszélni, sok-sok írás kíséretében. Összességében drámaian nem találjuk, apró részletekben találjuk. Szeretném elmondani, hogy újságíróként, íróként tapasztalom az országban, tapasztalom Erdélyben is, Felvidéken is, millió felé, és Torontóban is, Bécsben, hogy az embereknek igenis van képességük erre, mert egy idő után rájönnek, hogy nincs több életünk. Ezt kellene valahogy szépé tenni. És persze összességében sok a rossz kedv, sok a morgás, sok a fájdalom, vitathatatlan, a szegénység, a rengeteg baj, de ha valaki egy picit is szereti, nem önmagát, a maga körül élőket, akkor ezt megkeresi, és ha azoknak örömet szerez, magának is jót tesz vele. Az ingyenes estre többnyire a hölgyek fogadták el a meghívást, de néhány úr is eljött meghallgatni Vékulcsár Ildikót. Én mindent az olvasóknak köszönhetek. Úgy született meg, mint sok-sok cikkem és könyvem, hogy rengeteg emberrel találkozom. Én azt szoktam mondani, hogy nekem megadta az ég, hogy hatalmas embergyűjteményem legyen. Ami benne van a dán királynőtől kezdve, a Takamado hercegnőig, aki a japán császár menye, és benne van a nyíradonyi néni, aki 4 osztályt végzett, de olyan rétes csinál, amiért én soha nem fogok tudni. Tehát éreztem az igényt. Érzem a Ne félj mesélj rovatomba érkező levelekből, hogy kellene beszélni arról, amiről nem szokás, kellene beszélni arról, hogy nem elég eljátszani, hogy minden rendben van, hanem itt belül valahogy rendet is kellene teremteni. Ilyesmiről is fogok beszélni. Próbáljanak körülnézni otthon, hogy vajon a rossz kedvnek, vagy rengeteg gondnak mi az oka? Hát, ha itt bent lakik, hát, ha csak annyi empátiával kellene a másik felé fordulni, mint saját szentsége személyünk felé. Minden gödörből van kiút, ebben én fanatikusan hiszek. Ha nagyon akarjuk, és ha úgy gondoljuk, hogy nem csak mindig mi vagyunk a fontosak, hanem a többi ember is. Valahogy így. Vékulcsár Ildikó szívesen fogadta el a meghívást Szentendrére, ugyanis több emléke is kötődik a városhoz. Annak külön örült, hogy a könyvtár statisztikát készített arról, hogy könyveit hányan vették ki, és olvasták el a megjelenésük óta. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik Fókuszban című magazinműsorunk, melyben dr. Dukai Miklós önkormányzati képviselővel láthatnak beszélgetést. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak Facebook oldalunkhoz is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!